50 hektárnyi zöld felületet gondoz a DC Dunakon Plusz Kft. Park fenntartási részlege. A közterületek minőségi ápolása, vigyázása egész évre ad feladatokat. Néhány hete már az őszi munkák zajlanak, a napokban a két nyári palántákat ültetik ki. Folyamatosan most a lombösszeszedés, takarítás mellett még megy a fűnyírás is. Most két nyári növények, tulipánhagymák ültetése, és utána lassan kezdődik a cserje és a fák ültetése, valamint van több nagyobb szabású munkánk is, tömbbelső felújítás, ezt is próbáljuk összhangba hozni mindent. Valamint az idei évtől elkezdődik egy új módszer, a fakop műszerrel a előregedő fáknak a szerkezetének a vizsgálása. Ezt is most egyeztetünk, hogy a beütemezéséről, hogy történjen a városba. A következő hetekben 260 darab facsemetét és 4200 darab cserjét ültetnek ki a parkokba, pótolva az elszáradt, illetve cserélve az előregedett fászszárúakat. Ebben az időszakban tesznek eleget a lakosság részéről érkezett kéréseknek is, a magánházak előtti területre is igényelhetők fák, bokrok. Idén a városi virágágyakba 28 ezer tő két nyári virágpalánta és 8 ezer tulipánhagyma kerül. A két nyári virágoknak a tervezése, pályáztatása már augusztus elején megtörténik. Ekkor három kertészetet szoktunk árajánlati felhívással megkeresni, és a legjobb minőséget ajánló és árat ajánló kertészettel szoktunk szerződést kötni, és a szállítás időpontját így október közepére szoktuk kitűzni. Idén ismét nevezett Paksa Virágos Magyarországért elnevezésű környezetszépítő versenybe. A szakemberekből álló zsűri a nyár derekán tekintette meg városunkat. Értékelésükben kiemelték, hogy magas színvonalúan gondozottak Paks közterei. Az eredményhirdetést várhatóan október végén tartják.